hogy emberek, higgyetek, térjetek meg, változtassátok meg az életeteket. Forduljatok afelé, a végtelenül szerető Atya felé, akit én hozok, akik engem küldött. És ebben a Szentlélek segít minket. Tehát az élő víz folyója, a lélek, akit magad nekünk, ő vezeti ezt a missziót. Végül is úgy is mondhatnánk, hogy mi, akik hirdetjük, igazából nem a mi vállunkat nyomja a nagy teher. Nem minket nyomaszta igazán a felelősség, a kényszer. Isten van itt kikérdezve. Minden világban zajló háború, botrány végén az emberek nem azt kérdezik maga, hogy Gipsz Jakab, miért volt a második világháború? Ugye? Senki nem rajtunk fogja ezeket a dolgokat legeslegvégén számon kérni. A legeslegvégén mindenki azt kérdezi, hogy Isten miért engedte meg. És Isten fog minden kérdésre válaszolni. Azáltal, hogy megjelenik dicsőségben, hatalmával. És egyszerűen az emberek befogják a szájukat. Nem azért fogják be a szájukat, mert Isten rossz és magfélemlítő és olyan totális zsarnoki uralom, hanem azért, mert Isten Isten. Mert az ő dicsősége fölülmúlja mindent. És amikor te hihetsz, akkor adj hálát ezért a kegyelemért, hogy te hihetsz. Hogy te tudsz már hinni ebben az egészben. Ez egy óriási kegyelem, hogy te már ebben tudsz hinni, hogy Jézus a Krisztus az egyetlen megváltó, övé minden uralom. Te legyél ettől nagyon boldog. Legyél ettől nagyon boldog, hogy hiszel az egyetlen Jézus Krisztusban. Aki akarja, hogy az élő víz forrása felfakadjon a szívében, az lépjen előre és hívjuk egyébként a szemeket.